Több kritériuma is van annak, hogy bizonyos dolgok részét képezzék a Magyar Értéktár hungarikumok gyűjteményének. A kizárólag Kalocsára jellemző, cukorral készült, paprikával töltött kalács, azaz a paprikás kácsi jelenleg nem örvend elegendő népszerűségnek, így az első lépés az, hogy országszerte ismerté váljon. A kácsi tulajdonképpen kalácstésztából készül, ám esetében töltött ételről beszélünk. Ezeknek a tőteléke különféle lehet. Ugye mág, dió, túrú, alma, mögy van benne. Az újabb időkben a kakaó is megjelenik, amit mazsolával együtt raknak. Tehát ez a kácsiknak a tőteléke, ami szinte minden vasárnap megsül. A régiségben ez ráadásul nem csak egy étel kiegészítő, hanem főétele is az ünnepöknek. Ide jelenik meg a tőtelékek közé valamikor a paprika. Amikor az első írásaimat írtam, akkor azt mondtam, hogy ez valahol a 30-as években történhet meg a paprikás kácsinak a bevezetése, hiszen ugye korábban erős a paprika. És a számomra olyan elképzelhetetlen volt, hogy erős paprikával lehet tőteni kalácsot. Ám a múzeum igazgató az ezzel kapcsolatos gyűjtései során úgy gondolja, sokkal régebbre tehető a paprikával töltött kácsi megjelenése, mint magája az édes paprikáé. Ez egy kuriózum, azt gondolom, Kalocsának, sok minden más mellett, mert ha csak a táplálkozásnál maradok, így például a túrús rétesünk, az pedig sós, az mindenhol a világban édes, nálunk viszont sós. És lehetne még néhány ilyen példát hozni, de mivel két hungarikumunk van, népművészet mellett a paprika, én azt gondolom, hogy ez a cukorra, paprikával ízesített kácsi, ez beleillik ebbe a történetbe, amikor ráadásul ez a paprika még megpróbálja meghódítani a népművészetünket is, igaz, hogy egészen későn, tehát a 70-es évekre lehet datálni, amikor a paprika hangsúlyosan belekerül a kalocsai népművészetbe, korán ilyen nem volt. Ez a három dolog, én azt gondolom, hogy nagyon szorosan egymáshoz kötődik. Így a cél az, hogy a paprikás kácsi hungarikummá váljon. Ehhez azonban sokkal jobban népszerűsíteni kellene a kalocsai kalácsot, méghozzá országszerte és kizárólag cukorral, tehát nem sós paprikás kivitelében, hiszen ez adja meg egyedülálló különlegességét.